A szekszárdi rendőrkapitányságon befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, ami még 2022 nyarán indult egy akkor 35 éves decsi férfival szemben, aki a lakóháza udvarán nagy mennyiségű szemetet halmozott fel, és emiatt hulladékgazdálkodás rendjének megsértése büntet gyanúja miatt hallgatták ki. Először tagadta a felelősséget, majd a kihallgatás során beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy évek óta nem gondoskodott a szemét elszállításáról, ezért nagy mennyiségű lomszemét, illetve építési törmelék gyűlt fel, mintegy 20 köbméter mennyiségben. 2022. júliusában a férfi szerette volna a szemetet eltüntetni, ezért meggyújtotta, ezzel azonban a környező ingatlanokat is veszélybe sodorta. A közvetlen szomszédjában lévő házon rongálódás keletkezett, ugyanis a ragalján lévő műanyag lambéria több helyen leolvadt. Szakértő megállapítása szerint az ilyen módon veszélyeztetett érték meghaladta az 50 millió forintot. A férfinek nem csak hulladékgazdálkodás megsértése, hanem közveszélyokozás vétsége miatt is felelni kell. A nyomozók az ügyben az eljárást befejezték, és a napokban az illetékes ügyészségnek befejezési javaslattal küldték meg az iratokat. Az elkövetőnél a büntetés befolyásoló tényező volt az is, hogy tisztában volt azon ténnyel, hogy a lakóépületben a vízközmű nem került bevezetésre, mely jelentős nehezítő körülményt jelentett az oltásnál. A gyanúsított a tűzterjedésekor az utcáról igyekezett vizet hozni a lángok megfékezésére, ám ezen kísérlete sikertelennek bizonyult. Azonban ekkor sem értesítette az illetékes hatóságot, hanem a tűzoltóság a szomszédok hívására érkezett, és így sikerült csak időben eloltani az elharapódzó lángcsóvákat.